Sziasztok, Reznyák Péter a szakkiellenőr vagyok, és a minap járhattatok velem egy tetőn, ahonnan ezek a képsorok ismerősek lehetnek, azonban most nem ez lesz a fő téma, hanem itt van egy öregecske kémény, ami kilett bélelve, és ugyan még működik, de azért némi odafigyelést mindenképpen igényel. Hát itt ez a szakszerűtlen fólia vezetés volt múltkora téma, ezt nyilván korrigálni kell majd, mert ez így nem maradhat, Azonban hasonló korú tetőknél oda kell figyelni a kéményre, ugyanis az a piros téglával falazott kémény sajnos becsületesen meg van repedve. Talán ez még akkor fordulhatott elő, amikor egyéb tüzelőanyaggal használták ezt a kéményt, ugyanis vélhetően a hőtágulás hosszában megrepesztette ezt a kéményt, és ez nem tesz neki jót a hosszú távú egészségének semmiképpen. Hát eleve ez a mélyített fuga szerintem egy szakmai tévedés volt, lassítja a víznek a lefolyását, átáztatja az egész szerkezetet, és így aztán még inkább ki van téve az időjárás viszontagságainak. Egyébként ahhoz képest nagyon jól bírta ez a kémény, talán az elején leimpregnálták, vagy lekenték lenolajjal, itt már komolyabb kifagyások láthatóak rajta, de hát a repedések azok egyértelműek. A másik nem túlzottan szerencsés dolog, hogy egy ilyen érdekes modern fejezetet csináltak, a 70-es, 80-as éveknek volt ez a beton kocka a divatja, nem igazán akadályozta a víznek a végig folyását a felületen, és hát ezt nyilván meg is sínylette ez a szegény kémény. Most jelenleg egyébként ki van bélelve, ezt majd a későbbi képeken fogjátok látni, talán azért is bírja egy kicsit jobban a dolgot. Itt látható, hogy a kémény fetkőnek a tetejét bizony az időjárás kikezdte, és tulajdonképpen ez egyfajta korrózió, beton korrózió, ami a finomabb szemcséket, amik nem voltak annyira szilárdak, az gyakorlatilag lemarta a kémény fetkő tetejéről, talán a kéményből kikerülő égés termékkel kölcsönhatásba kerülő esővíz, mert csupán a savas eső, és hát itt egy komoly dolgot látunk, hogy a kémény szellőző csövére be belefúrták ezt a gipszkarton foszfátozott csavart, ami ott a saváló elemen is hagyott egy kis nyomot. Hát működik, működik, de azért ez nem az igazi. És hát itt lehet látni majd, hogy egyes helyeken valósággal szinte a kéménybe bele tud folyni a víz. Nézzük át ezeket a képsorokat még egyszer de gyakorlatilag teljesen le van maródva a kéménynek a teteje. Ahhoz képest egyébként megint csak egész jól bírta, viszont itt a, a kémény fetkövet, hogyha megnézzük, az ezt kapott rendesen az időjárástól. És mivel nincs rajta vízor, ez nem is védi az alatta levő kémény testet a, az ázástól. Ugye megint ezek a foszfátozott csavarok, ugye ez jó messze van, nem látszik, de hát ugye most felmásztam, és itt egyértelműen kiderülnek a turpisságok. És hát itt ez a bizonyos fetkő, ami egy óriási súly, tehát ezt nem is olyan könnyű kicserélni, és itt majd mindjárt megmutatom, hogy itt a fetkő és a tégla találkozásánál milyen nem szerencsés dolgok vannak, hát itt folyik bele a kémény testbe a víz, és hát jó néhány hajszál repedés látható itt a környékén, meg van repedve egyébként a fetkő is, vélhetően egy kis vas van a széléhez közel, úgyhogy jobb lett volna ezeket megelőzni, és ha már egy ilyen tető tetőfelújításban vagytok, akkor alaposan meg kell nézni ezeket a tető felépítményeket is, mint például kémény, mert aztán az elkészült fedés után sokkal-sokkal-sokkal rosszabb lesz ezt megcsinálni. Hozzáteszem, lentről ebből semmi nem látszott. Tehát ezt fel kellett mászni, és meg ilyen jó állapotú kémény, jó, jónak tűnő állapotú kéménynél is bizony számolni kell ezzel. Hát Péter voltam a szakjellenőr. sziasztok, építkezzetek jól, figyeljetek oda a kéményre, és Isten áld a tisztes ipart!